Szinte változatlan kerettel újabb saját nevelésű fiatal játékosokat csatasorba állítva kezdte meg a felkészülést július végén a nyírbátori felnőtt kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttesen 4 felkészülési meccséből 3-at megnyert, a gárda így jó előjelekkel várhatja a bajnoki rajtot. A nyírbátoriak vasárnap délután 5 órakor hazai pályás rangadóval lépnek pályára elsőként az MB2D csoportjában. Az ellenfelünk a Hajdúszoboszló lesz, aki igen megerősödött, sok mindenki által ismert játékosok közül csak a Szűcs Balázs, illetve a nálunk is 2 gólkirályi címet szerzett Páncél Zoltánt említem. Tehát nagyon megerősödött és nagyon fontos mérkőzés ez a csapatunk számára. A felkészülés sajnos nem volt zökkenőtől mentes, hiszen sérülések, ahogy beindult az iskola, iskolai elfoglaltságok, beiratkozások, betegségek hátráltatták a Falcsik Miklós vezetőedző munkáját, de ezt gondolom, hogy megvolt más csapatoknál is, hiszen 2 felkészülési mérkőzést is hasonló okok miatt mondtak vissza, de azért tudtunk felkészülési mérkőzéseket játszani, ami úgy gondolom, hogy hasznosan szolgálta azt, hogy azt mondhatjuk, hogy a bajnoki rajtra készen állunk. Változás az előző idényhez képest, hogy a korábbi 6 MB2-es csoport helyett idén 8-at indított a Magyar Kézilabdaszövetség, így a nyírbátoriak D-jelű csoportjának létszáma is lecsökkent. A korábbi 12 helyett 8 együttessel rajtol a bajnokság. Az előző idény bronzérmese idén is a dobogót, de legalább a felsőházba jutást célozta meg, miközben a vezetőség és a stáb hosszú távban is gondolkodik, szeretnének minél több saját nevelésű fiatal játékost beépíteni a csapatba. Ez a minimális cél, hogy az első 4-ben végezzünk, aztán pedig utána megint kialakul egy 8-as csoport, amiben én úgy gondolom, hogy képesnek tartom a csapatomat, ugye az elmúlt évek is erre engednek bizalommal következtetni, hogy dobogó közelébe, de a megfogalmazása a klub részéről az első 5 helyezés, tehát akkor már úgy veszük, hogy a 16 csapatból az első 5 helyezésben végezni, illetve hát ez most azért is tűnik egy kicsit szerényebb célnak, mert közben azért több fiatalt szeretnénk beépíteni a csapatba. Petneházi Zsolt hozzátette, a Nyírbátor KC utánpótlás csapatai is készen állnak a különböző megmérettetésekre. A felkészülés tapasztalatai alapján az U20-asok is a dobogó megszerzéséért lehetnek harcban az új idényben.